Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. A műsor az NK a támogatásával készült. Sziasztok, ez itt a Ricskeszt első 2024-es különkiadása, ami mondjuk azt, hogy Ricskesztra, és a vendégem a Fumax kiadótól Vladi és Peti, sziasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! sziasztok. sziasztok. egy hogy végre össze tudtuk ezt hozni, mert oh. ugye még az előzőni, amit még annó, annó, annó Esztergomba vettünk fel veled, beszéltük meg, hogy mindenképpen csinálunk majd a következőt. Aztán elmosott S... minket a nem specifikált Igen. <laughs> esemény sor. Igen, meg, meg, meg így, így az egész élet, meg minden, és azt néztem, mikor ugye először kezdtünk el hogy akkor gyertek még valamikor október vége, november elején, de akkor ugye elkezdték bejelenteni az első negyedéves terveket, és úgy mondtam, hogy annyi minden jön itt, hogy tényleg üljünk le, beszélgessünk, mert hogy hát bőven van miről. Azért nagyon belecsaptatok most így a, a közepébe, még, még hozzátok képest is szerintem. Igen, Hát pedig még semmit nem jelentettünk be szinte. Még nem tudsz semmit. <laughs> figyelj, hát így is olyan cuccok jönnek, hát így néztem ma is az oldalt. Eleve, hogy neked van egy olyan érzéked, és ez a Petit kérdeztem egyszer, hogy figyelj, mondom, ez vagy az a könyv, az, az hogy jelent meg itthon? Mert ugye a Madarak a dobozban első kiadása vastagon a film meg a világ siker előtt jött itthon. Uh -huh. Hogy például, hogy érzel rá ezekre? Hát ö nem, én nem erre megyek a film, film dolgok, azok, azokra nem érzek rá, azok csak szerencse. Szerintem vannak kiadók, akiknél ez, erre sokkal jobban rá vannak állva. Úgyhogy nem tudom ezt meghatározni, hogy mi, tehát valahogy egy érzés van bennem, amikor valamit kiválasztok, és annyi. Általában most már egy jó ideje el se olvasom azokat, amit kiadunk előre. Tehát, hogy régebben, amikor még kezdtük, akkor mindent szorgalmasan végigolvastam, de most már kb. pár mondatot elolvasok, megnézem a borítot, fülszöveg, és akkor így ráérzek többnyire a dologra. Hogy ilyen mennyiségű kiadvány nem is lehetne szerintem mindent elolvasni. Hát, igen, igen, mert hát nyilván egy csomó minden közül rostáljuk ki azért a dolgokat. Nem tudom, hogy most van olyan amúgy, amit megbántam így utólag, hogy, vagy hát előfordul olyan, mert, mert, nyilván most nem minden, mindenkor tökéletes a ráérzésem, és van olyan, hogy amit végigolvastam volna, azt nem adtam volna ki, mert nem tetszett úgy igazán. Aztán, amikor így végül, mert ha megjelenik, akkor viszont már elolvasom, vagy én szerkeztem ugye részt a kiadványainkat. Tehát volt, amibe csalódtam, de azért ez ritka. Mondasz ilyet? Nem, hát azért rosszat nem mondunk a kiadványainkra. Hát, de, de ez tök relatív. <laughs> Meg inkább ez a saját ízlésem. Pont, tehát az, az, pont azért lettem volna kíváncsi. Ez a, a saját ízlésemet azt próbálom azért elvonatkoztatni a kiadó ö, kiadványaitól. Tehát ö, minőséget keresek, de az én ízlésem az ilyen obskurus. tehát én, én olyan vagyok, hogyha valamit így fölkapnak, akkor utána már nem. Tehát a watchmen is régen nagyon szerettem, aztán amikor már film volt, meg minden volt belőle, akkor már, ó, akkor már nem. Figyelj, ez, ez totál ilyen vagyok én is, hogy emlékszem, hogy annó elkezdtük nézni, nem is tudom melyik tévésorozatot, és akkor még nem nézte senki. Elkezdte nézni mindenki, és félbe is hagytam, és megvártam, hogy leült a hype, és akkor néztem végig, és mondtam, hogy kár volt. <gül> <gül> Mint a trónok harcával is így voltam. Például még nem nézte senki, addig tök, tök jó volt, azt a fél, a mai napig nem néztem végig. Mondjuk azt lehet, hogy nem kár. Hát azt nem, azt hiszem, igen. <laughs> és arra lennék még kíváncsi, mert ugye ezt szerintem veled nem beszéltük, vagy, vagy csak nagyon érintettük annó, hogy nagyon sokáig nem voltak magyar írók a Fumax alkotói között, most viszont meg már van négy, öt, négy, 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 igen. Négy, négy, igen. Vagyis hát egy ha képregényt is veszük, akkor öt, igen. Miért? Hát ez ugye teljesen véletlenül jött a Péterrel, hogy végül is így... Véletlenül kiderült, hogy én írok? Hát nem, 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 nem hanem ugye, hogy a második rész, Ugye az Oculushoz megírta a második részt, és akkor valahogy az úgy, így, azt így hozzánk jobban illőnek érezte, és akkor így lett ez. És utána meg így, tehát így mégis, akik jönnek, azokat ismerjük régóta. Tehát, hogy, és olyanok, akik ugye már más kiadónál azért bizonyítottak. Tehát ehhez a részéhez nem igazán. Tehát Ugye magyar kéziratokat én nem olvasok, mert ö, én azokat nézem, amit már kint kiválogattak a profik. Ugye? Az egy teljesen más szemmel kéne nézni, hogy a, a, most egy teljesen kezdőírónak a nyers kéziratát olvasni, és abban meglátni a, a, a lehetőséget, mert azon Nagy. még rengeteget kell csiszolni, ugye? És, és az teljesen másféle tehetséget igényel. Meg sokkal időigényesebb, meg, meg sokkal többet kéne elolvasni, de hát az nem fér bele. Tehát ilyenek, akik barátaink, ismerjük, hogy jó fejek is, mert az is számít, nem csak az, hogy most jó legyen a könyv, hanem az is, hogy hogy az milyen ember. Hiszen vele együtt kell személyesen Hogyan? dolgoznunk. És ő a, a, ugye itt a magyar írónál nagyon fontos, hogy dedikálni tudjon, a rajongókkal ki tudjon alakítani kapcsolatot, tehát nem csak a könyv számít. Hát, sőt, sőt, sőt. Ugye nagyon sok kézirat viszont hozzám érkezik be, ott ugye a kiadónál, és egy kicsit csúnya ezt mondani, de nem, nem, nem ütik meg azt a, azt a szintet, hogy, hogy megérje a munkát. Van olyan, amiben látom én is az ötletet, meg a, a, fantáziát, hogy igen, ebből mit lehetne csinálni, csak ha az ember belegondol, hogy oké, okay, de mennyi melóval, akkor rájössz, hogy ebből a melóból kiadsz két Mark Lorenzt, és akkor... Mert az a baj, hogy tök sokan nem is tudják, hogy a könyvfődés nem úgy működik, hogy valaki megírja, odaadja kiadónak, az megnyomja a nyomtatás gombot, és az kész megjelenik. Tehát, hát. hogy figyelj, én amikor elkezdtem, most már tíz éve dolgozom egy könyvkiadónál, és amikor, pedig az tök más, nagyon specifikus tankönyvkiadó. De amikor láttam, hogy ez hogy néz ki folyamatában ténylegesen elejétől addig, hogy az megjelenik, és mondom, az egy leegyszerűsített folyamat a tankönyv, ugye egy, egy szórakoztató regényhez képest, elképesztő. Tehát, hogy így, tehát az a, szokták, ugye, mikor panaszkodik, panaszkodnak az nagyon kicsi íróktól, hogy hát de nekem fizetnem kell azért, hogy kiadják a könyvemet. Hát oké, okay, rendben, de aha, tehát, hogy azt a folyamatot végvinni, abba a pénzt beletenni, azt a könyvet, a nyomdát, a jelenlegi papírárak mellett kifizetni, mondott, azt nem kell csodálkozni, hogy, hogy ott azért meg kell dolgozni az embernek, nem azért, hogy pénzt keresel, hanem hogy egyáltalán is legyen a kiadvány. Hát és vannak azért olyan kiadók, akik erre vannak inkább ráállva, nekik megvannak erre az embereik, kapacitásuk, így van berendezve, vagy nagyobb kiadók, és ők jobban tudnak azért dolgozni. Tehát nem feltétlenül ez az azt jelenti, hogy most mi kapunk egy kéziratot, és nekünk nem tetszik, vagy nem, nem, látjuk benne a lehetőséget, az lehet, hogy még más kiadónál bejöhet. Tehát aki nekünk küldte, most azt nem akarjuk elbátortanítani, hogy na, az, az kiadhatatlan, mert nem biztos, hogy az. Hát volt is ilyen, aki küldött nekünk kéziratot, amit olvastam, mondtam, hogy sajnos nincs kapacitásunk foglalkozni, és meg is jelent aztán máshol. Tehát ilyen van, abszolút. Hát persze, meg hát azért most tehát azért a Szerintem, hogyha valaki meghallja azt, tehát aki, aki mondjuk otthon van a magyar könyvpiacban, meghallja azt, hogy Fumax, akkor azért van egy elképzelés, hogy kb. mit fog kapni a pénzeért. Azért nálatok szerintem nem nagyon vannak olyanok, ami annyira radikálisan elütne a többi könyvetektől, tudod, hogy Hát igen, ez is Fumax kiadvány, meg ott van a polcon, de ezt nem tudom hova tenni. Tehát azért aztán jó, jó behatárolható az, hogy, hogy mivel foglalkoztak. Azért ugye ott, ott a markáns fantasy vonal, a sci vonal, a képregények. Na jó, hát azért volt sok próbálkozásunk más irányba is. Persze. Hát... De sajnos hát az utóbbi évek azért ezeket a vállalkozó kedveket ezekben a különböző kicsit a tőlünk megszokottól elütő irányokba azért ezt le, levagdosták. Hát az egyik kedvenc Fumox kérdelmény, most például a krimi. A szellemváros, tehát hogy az, az, Igen. az hogy Peti mondta, hogy figyelj ezt olvasd, ezt nagyon fogod szeretni. Na jó, hát oké, okay. és így egy délután alatt azt. a Tényleg ilyen, ilyen. Hát jó, persze azért most teljesen más van, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt szerintem azért. Nehezebb az olvasókhoz is eljutni. Hát igen. A, ha mondjuk azt nézzük, hogy most mi az, ami vel mondjuk a leginkább a forgalmatokat, ami leginkább kiteszi, az, a, az inkább a könyv, vagy inkább a képregény? Hát nincs ilyen adatunk, tehát ez csak érzéset tudom mondani, hogy hát összegszerűségben valószínűleg a képregény, de ugye azok sokkal drágább kiadványok most már úgy átlagban, hiszen a színes képregényünk most már a legolcsóbb is, talán 7-8 ezer forint, uh -huh. a legvékonyabb is, sajnos a költségek növekedése miatt. Bár most már az átlag kemény táblás fentezink is 7 től kezdődik, ugye, de, de még mindig valószínűleg a képregény teszi ki a bevételnek a nagyobb részét, mert ugye ott a webshopunkban abból nagyobb forgalom generálódik, és azért ott ugye sokkal nagyobb hányada jut a könyvárának hát a mi zsebünkbe, vagy a kiadványárának. Ugye csak azért kérdeztem ezt, mert nyilván ugye a, a, a drágább ár miatt, ugye matekban így, csak ugye inkább darabszámra gondolom én, mert ja. ugye, hogy, hogy azért a képregényt ugye speciálisabbnak gondolom, de azért ugyan, ugyanakkor meg a, a, fantasy, meg a sci-fi is azért elég réteg műfaj. Még akkor is, hogy mondjuk van sok olyan a kiadványok között, ami azért valamilyen szinten populárisabbnak mondható. Igen, hát ugye meg a másik, hogy most a, ugye a mangákat is elkezdtük komolyabban nyomni az utóbbi két évbe, és hát az is képregény, tehát azt is oda tehát így kiadványszámban is most persze a képregények vezetik a dolgot, hát a, ugye 2011 és 2018 között csak könyveket adtunk ki, akkor szerintem átlagosan talán több regényünk volt egy évben, mint most. Azok valamennyire visszestek, de idén úgy néz ki, hogy megint jóval több lesz, mint az elmúlt már évben. Ha sikerül ugye elkészülnünk ezekkel a könyvekkel, mert hogy az mindig kihívás ez a sok kiadvány. És ilyenkor, ugye, hogyha mondjuk most több regény lesz, mint az előző években, akkor ezek most új nyomó többségben sikersorozatok folytatásai várhatók, vagy pedig próbáltok teljesen új szerzőket is behozni? Hát most próbálunk, ö, új három új ö, fantasy szerzőt idén már mindenképpen bemutatunk. Ugye ebből eddig egyet jelentettünk be, ami most meg is fog hamarosan jelenni, a R.J. Barkert. Igen és hát fantasy szerzőkkel most próbáltunk igen idén egy kicsit vérfrissítést csinálni, mert a, a, a sok szerzőnk van, akit folyamatosan tudunk vinni, ez nagyon jó, de hát azért most egy ideje kevesebb új szerzőt mutattunk be, és most ezt idén poltolni fogjuk. A, ugye picit a magyar szerzőkhöz visszatérve csapongok, mert most a teszem hogy ott például ugye elsőre kicsit meglepő volt nekem az, hogy ugye Utána Gabriele Ed volt a következő. A nem? Vivian Holové következett utánam. Ja, igen, így van. Igen, 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 mert az, igen, Az nyár nyáron jött, mert e, tavasz végén valahogy jött ki. Nem, az enyém volt 19-ben, és aztán volt egy kisebb szünet, 20, 21 és 22 őszén jött a Vivian Holové. Akkor el vagyok csúszva idővel. És Jó, a... neked kettő is volt, ugye, mert a Reprint Oklusz Igen, reprint. a Reprint Oklusz is akkor jött ki, 19 év elején, és aztán nyáron a Proféta a második rész, és aztán utána jött, uh, igen, három évre rá. Úh, nagyon durva ez a három év, az úgy Na mindegy, igen. Tehát uh, akkor, akkor jött szeptemberben Holloway, igen. igen, igen. És most meg ugye Gabriel- Eld, és aztán pedig Benyák Zoli. Ugye a Zolival beszélgettünk, és a múltkor volt itt a műsorban. És hogy az lepett meg engem egy picit, hogy kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez mennyire a ti hatásotok, hogy de szerintem mind Gabriela Ednél, mind Vivian Holovénél abszolút ez mind a kettőknek ez a legjobb regény, amin álltok jelennek szerintem. Hát ez szubjektív meglátás. Biztos vannak, akiknek a, a Főnixes cuccok tetszettek, de Ezzel egyébként... Szumiektív. Ne mondj ilyet! Na jó. <laughs> Természetesen a miénk a legjobb, nyilvánvaló. Egyébként szerintem is én ezeket szeretem tőlük a legjobban, bár Vivien Holovét régóta olvasom, mert jó, Gabit is régóta olvasom, az első cuccaikat is olvastam, azokat is szeretem, de ezek abszolút kiforrott. Nagyon hát jó. Hát igen, ez a lényeg cucca. szerintem, hogy pont, hogy amire kiforrottak, illetve hát, hogy persze komoly munkát fektetünk abba, hogy aztán az a könyv ki legyen megfelelően, de valószínűleg az, hogy a pont, amikor kiforrottak már igazán, akkor jöttek, meg olyan könyvvel jöttek, ami hozzánk passzolt. Abszolút. Hát figyelj, Gabriel Erdnél csak mikor bejelentettétek, kitettétek a borítót, én akkor mondtam, hogy fú, hát ez... A borítókkal is szerintem szerencsénk volt, mert azok is jól el lettek találva náluk, úgyhogy... És például Benyák Zolinál ugye, mikor nálam volt először a műsorban, akkor beszélt, még akkor nem is, lehet, hogy már tudta, hogy Requiem lesz a címe a könyvnek, de hogy akkor még csak ilyen nagyon rébuszokban beszéltünk róla, de pont azért, mert akkor még Esztergomban készült a műsor, és akkor így mondta nekem múlt, hogy hát elkészült a Requiem, stb., és hogy náltok fog megjelenni, akkor így mondtam, hogy Zoli hazatalált, tehát hogy ilyen, ilyen Nekem valahogy ilyen teljesen természetes volt, hogy, hogy az a könyv ide, hogy nálatok jelenjen meg. És itt ez tök jó, amit mondasz, hogy, hogy jobban passzolt hozzátok, és a is tök ez volt az érzésem, hogy ha annak, ha egy hazai kiadót kell mondani, ahol az megjárt, akkor azok ti vagytok. Igen. Hát amúgy ez abszolút, ez az összenő, ami összetartozik dolog érzésem volt nekem is az Olinál például, igen. A képregényeknél meg azon szoktam csodálkozni néha, hogy, ugye nyilván megvannak a klasszikusok, amit ugye így mindenki várnak, a képregény akkor egy általában mindenkinek a Marvel meg a DC út eszébe elsőnek, de hogy mellette azért időről időre tudtok húzni olyat, hogy amikor megjelent a V, mint vér, ilyesmi, hogy, hogy az, amikre ez a hírta nem is gondolna, vagy nem is számítaná, most például ilyen volt nekem az évvégén a hetet az öröklétnek, hogy tudod, az a, azt, hogy mi, milyen kincsek vannak még valószínűleg, amikről lehet, hogy nem is hallottak a hazai olvasók, hogy ez, hogy a képregény vonalon ennyire erősek lettetek mostanra, az szerintetek minek köszönhető elsősorban? Hát ugye ez a 20x évnyi tapasztalatnak, mert hogy már a, ugye a, jóval a kiadó előtt is ezzel foglalkoztam megérhetési szinten, kereskedőként. Hát rengeteg olyan kiadványt adtunk ki most az utóbbi években, amit akkor fedeztem föl, és most ugye volt lehetőség arra, hogy megfelelő minőségben kivitelbe tudjuk ezeket tényleg prezentálni, ugye? És hát, és az, hogy ugye ki, nagyobb kiadók lettünk, mint régen. Tehát ez, ez azért így sokkal könnyebb minden. Ahhoz, hogy mondjuk valaki egy ilyen nagyobb Marvel vagy DC csomagot meg tudjon venni, vagy ilyen képregényekhez hozzáférjen, ez elsősorban csak pénzkérdése, vagy inkább rutin kérdése, vagy azt is nézik ilyenkor a jogtulajok, hogy az adott szereplő mennyire stabil az adott ország piacán? Hát én azt gondolom, hogy a egy normális jogtulaj nézi ezeket mind. Sajnos nem mindegyik ilyen. Mert például a Marvel-nél ott, ott, ott nem nagyon foglalkoznak vele, tehát ott fizet valaki, és akkor kiadhat dolgokat. A DC-nél viszont nem. Tehát ott, ott eleve van egy elég komoly minimum összeg, amit kérnek, amit már nagyon kevesen tudnak kifizetni, és ők nagyon megválogatják, hogy most hogy hány kiadó lehet egyáltalán az országba? Ugye a DC, a DC az ugye belértve a Vertigo-t is, ami aztán most már Black Label néven fut. Ugye a Sandman, meg ezek a Vendetta is ott jelent meg. Velük velük direktben nem is nagyon lehet egyébként levelezni, tehát az jellemző, hogy, hogy, egy ügynökség, még egy falat is képez a, DC felé, tehát hogy még, ez, még így is nehéz őket megtalálni. Ilyennek is képzeled őket, nem? A hát, sötét el Hát ugye, ugye ott igen. eleve egy évig nem is lehetett velük bizniszelni, amíg ez az átalakítás volt a felvásárlás után a Warner-nél, és az, az nemrég rendeződött. Ilyenkor, amikor mondjuk vesznek egy nagyobb csomagot, ilyenkor minden címet ti ki benne, vagy pedig van olyan, amire mondják, hogy figyelj, ezt ki kell adni ott a területen, és akkor fértek hozzá egyéb címekhez, mint a filmpiacon is, ugye így van, hogy én ki szeretném adni, amit, tudom én, a csillagkaput, oké, okay, de előtte add ki ezt, meg ezt, és akkor férhetsz ahhoz. Hát mi ilyenben nem mentünk bele soha, és azok, akik ilyenek dileket aztán át, úgymond, amiről mi lemondtunk, mert volt ilyen, és más kiadóhoz került, akik bevállalták ezt, hogy na most akkor X címet a piacra zúdítanak, úgymond, hát az, az, nem tud működni itt Magyarországon. Tehát ez nem, ilyen nincsen, amit mondasz, hogy ilyet bevállaljunk, hogy valamit ki kelljen adnunk azért, hogy... Igen, mert hogy ez nekem azért volt furcsa, amikor először találkoztam ilyennel pont filmpiacon, hogy olyan filmcímeket zúdítottak a kiadóra, amit ki kellett volna adni, hogy tehát ez a, eleve, ugye az is egy nagyon behatárolt piac, talán pár száz darabot tudsz eladni belőle, de abból meg még annyit se. Tehát maximum néhány tucatot, ha van olyan hülye egyetlen, aki megvegye, mert tudom, volt, aki nem fog eszembe ütni, mi valami nagyobb filmet akart megvenni, és akkor rá akartak sózni 7-8 azilón filmet, tudod, de <gül> érted, <gül> tehát, már, már eleve az, az bűn, tudod, hogy azt valaki érted, lemezre akarja nyomni, tudod, de nem azt hogy valaki meg is vegye. Hogy... Környezetszennyezés. Voltak olyan címek náltak az elmúlt években, ami tehát már maga a létezése is tökre meglepett, viszont barom jól szórakoztam rajta a végén, például, mint a Fortnite Batman, tudod. Tehát, hogy így elképzelni nem tudtam, hogy az mi lesz. És tudod, hogy amikor találkoztok egy ilyennel, akkor azért úgy, úgy biztosak voltak abban, hogy az, ennek lesz piaca? Hát mondjuk pont a Fortnite-nál igen, hiszen az ugye nekem is a nagy szenvedélyem volt, azért ö, mentünk bele ebbe elsősorba, de hát azért bíztunk is benne, hogy sikeres lesz, és az, az messze várakozáson felül ment. De a, a képregényen is meglepődtünk, mert mert tényleg az olyan jó volt, hogy arra se számítottam, hogy én se, hogy na most akkor ebből hú, de jót lehet kihozni, és a, ha valaki akkor játszott a játék annak meg még nagyobb élmény volt, mert azok konkrétan, a játékban azok a dolgok benne voltak abban az időszakban, amikor ott, tehát a Batmannek a, a bázisa, meg stb. stb. De igen, szerencsére ezt a, azért, akik megvették, sajnos sok képregényes azért nem vette meg emiatt. Tehát annak a vásárló bázisa az teljesen más. Az a, az a Fortnite-osokból jött túlnyomó részt. Amíg ez érdekes, hogy sok franchise-nak szerintem a legnagyobb ellensége maguk a sokszor, hogy most nem tudom, tehát hogy nekem például van olyan Batman fan haverom, aki mondta, hogy figyelj, minden ízemben írtozok a Fortnite-tól, de, de megvettem, mert bízom a Fumax-ba, mondta, hogy figyelj, ez amúgy tök jó volt, tök, tök szórakoztató volt elolvasni, föltett a polc, és mondta, hogy lehet, hogy ha lesz következő ilyen kiadány, akkor nem rohan ért a boltba, de mondta, hogy ezt, ezt nem bántam. Hát ugye kiadtuk a Marvel Fortnite-os képregényt is, aztán az, az nem volt annyira jó, mint a Batman Fortnite-os, de az is egy korrekt Marvel-képregény szintet hozta szerintem. Az már sajnos annyira nem is lett sikeres, mivel a, ott, ott ugye a Panini kiadta a füzetekbe előttünk, tehát sajnos az annyira nem lett sikeres. De hát a Fortnite-nak viszont ez, a, hogy a legtöbb ember, aki így írtozik a Fortnite-tól, fogalma nincs a Fortnite-ról, csak valamiért ez így beakadt, hogy új a fortnite -t. nem játszott életében a fortnite a fogalma nincs, hogy az mi igazából. Szóval ez, ezt azért én azt mondom az embereknek, hogy hát ezt felejtsétek el, hogy valamitől úgy írtoztok, hogy azt se tudjátok, hogy mi az igazából. De szerintem igazság. így sokan, aki ez, ezt megvette ezt a kiadványt, lehet, hogy aztán utána le, még ki is próbálta a játékot, hiszen adtuk azokat a, a jó kis digitális ajándékokat abba a kiadványba. Hát az, az ugye nagyon nagy szerepet játszott azért annak az eladhatóságában. Tehát, hogyha az nem lett volna benne, akkor fele ennyit se biztos, hogy el tudtunk volna belőle adni volt akkor tehát egy jelenség, csörgött a telefon, és akkor Vladimir mondta, hogy na, ez egy Fortnite anyuka lesz. És egy anyuka tényleg, hogy jaj, a kisfiam próbálja éppen a kódot beírni. Na, tehát ugye ez, ez visszatérő jelenség volt, ez mutatta az, hogy tényleg hány, hány olyan alkalom volt, hogy tényleg a játékos gyerek mondta anyunak hú, hú, hú és akkor így szerezték be a cuccot. De nem tudom, tehát, hogy én nem tudok olyanról, hogy lett volna ilyen korábban, hogy valaki kiad egy, egy könyves kiadványt, és abban mondjuk ad kvázi ilyen játékos kódot kiegészít ajándékba, azért ez tök innovatív, nem? Meg szerintem például a limitált példányoknál is, meg a limitált dizájnokban is és szerintem tök innovatívnak mondható a Fumax. Hát a nyomdák általában nem is értik, hogy mit akarunk. <gül> <gül> ez mutatja, hogy mennyire újszerű, amit kérünk, igen. Hát igen, pedig még sokkal durvább dolgokat is látunk itt a külföldi kiadványoknál, amit, amit tetszene, és minden, de nem, nem, nem merünk be. A, amúgy az a vicc, hogy az a kód berakás a Fortnite-ba az itt rohadt nagy problémát jelentett a nyomdáknak, és azzal kellett ezer nyomdát végigjárnunk, amíg valamelyik meg tudta csinálni. Valami alvállalkozó haverján keresztül, szóval még csak nem is úgy zajlott az, hogy na akkor a nyomda megoldotta, hanem tehát ilyen nagyon igen, volt. Igen, és, és gondolj bele, hogy a, a print nak a 10%-ában nem került kód körülbelül, mert hogy o, 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 ilyen hiba százalék volt, és, uh -huh. és akkor az úgy elúszott a lecsóba, az a azok a kódok. Így. Mert hogy azt le kellett adnunk a nyomdába, és és azt úgy kinyírták, azt a, azt az 50 euró értékű kódot. Uh, az, az, az szép. De szép persze az az azok nem kerültek boltba, tehát azok a példányok, azok még nálunk valamennyi, de mi kaptunk plusz kódot a DC-től, és akkor abban mi tudunk adni kódot. De így olyan kiadvány nem került a boltba, tehát nem kell megijedni, hogy valaki a tudod kapni. Azért ez korrekt a dc is szerintem. Hát. A, ugye baromi sokszor a gyártási árat ugye meghatározza a darabszám. Amikor csináltak egy limitált kiadványt, most én világ, nem azt akarom, hogy mondd meg, mondjuk, hogy mit tudom, x darabból a limitált, hány darab valójában, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy az sokkal több bekerül nektek? Hát persze, hát az, az rohadt drága. Ugye az a, úgy, hogy most van az, a, vagy az a trükkünk, hogy egyáltalán, hogy egy ilyen megfizethető áron ki lehet egy ilyet hozni, mert ezek abszolút megfizethető áruak. Egy külföldi kiadványt megnézel, egy ilyen exkluzív kiadványt, ami nem pár száz példányba készül, hanem több ezerbe, és 150 dollárba kerül, vagy 100 dollárba minimum. Te, tehát ahhoz, hogy ez egyáltalán ilyenbe lehessen gondolkozni, ugye a, a belév alapvetően megegyezik a, a nagy része, és akkor a limitáltban még pluszba extraként általában szokott lenni valami extra plusz tartalom is. És hát a, a borítókban van általában meg, meg ilyen könyvjelző, meg ilyesmiben. A Szentmennél van ilyen extra ö, rizs, izé, papír, ja, ö, igen. ilyen... Ami így védi, mint a régi fényképpalbumokban, tudod? Igen. Na, o, az a Ott az a Szentmennél maga a a, védőborítónak a papírja az ilyen iszonyú drága cucc, amit külön kellett teljesen külön külföldről beszerezni. Külföldről, tehát a Jupiter egyik holdjáról hozzá kb. Szóval hát igen, szóval az, olyan. az, az, az emberi bőrből, tudod. A, igen. Az is hozzá. De, de hát most nyilván nem mindegyik, tehát a szentmennek a leg, leg felpimpeltebbek úgymond, de hát azok ugye vastagok. Annál jobban megéri nekünk, minél vastagabb egy kiadvány, mert ott azért az ár az magasabb. Tehát ott jön ki, tehát ilyen 200 oldal alatti kiadványoknál ezért nem is csinálunk általában limitáltat, vagy akkor maximum nagyon, nagyon egyszerűt, mert ott, ott nem érné meg az a többletköltség, nem termelné ki. Ugye most az nyilván nem fogod meg, vagy nem fogjátok megmondani, hogy melyik volt az a kiadvány, ami leginkább nem váltotta be hozzá fűzött reményeket, úgyhogy ez inkább az inverzét kérdezem, hogy melyik volt az, ami viszont maximálisan túlszárnyalta azt, amit előzetesen vártatok tőle. Hát sok ilyen van ugye hát a legnagyobb ilyen a maga, amivel a könyv kiadóvá van zsáltunk, ez az Assassin's Creed Renaissance, ugye ami 2011-ben jelent meg, és ugye nem, nem, gondoltam, hogy ekkora siker lesz, meg azt sem gondoltam, hogy most még 2024-ben is az a legjobban fogyó a Assassin's Creed címünk, tehát az körülbelül 10x-szer nyomtuk újra, és most ugye az eredeti kiadója elvesztette a licencet, tehát most ezek a régebbi Assassin's Creed kiadványaink úgymond nem lesznek már újra kiadhatók, csak ilyen nagyon extra problémák árán, amit nem fogunk valószínűleg bevállalni már. Úgyhogy ezek így ki fognak futni a forgalomból. De hát ezek tényleg, ez, 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 ez lett az a sorozat, ami így a kiadó kilőte úgymond az űrbe egy kis kiadóból a, egy sokkal nagyobb méretűvé, és ez, ez, segített hozzá, hogy bármi mást is ki tudjunk adni. Tehát például az első fantasy kiadványunk, a Szétulott Birodalom, ugye a Mark Lawrence, az is ilyen 20 ezer példányba fogyott minimum, vagy még többe, és még a mai napig is most megint elfogyott ugye a Szétulott Birodalom, az egybe kötet, majd megint kifog, az mindig ki lehet adni majd. Elképesztő, de amúgy tök jó, hogy, hogy, Ennyien olvasnak olyat is, ami. Most nem azt mondom, hogy ismeretlen, mert nyilván nem ismeretlen annak, aki ebbe a világban mozog, de egy laikus számára ezek nem biztos, hogy olyan írók, akikről azonnal tudja, hogy kire beszélünk. Hát Te, abszolút én. nem. Tehát Magyarországon most Mark Lawrence biztos, hogy tényleg csak egy nagyon szűk kör olvasa, és ahhoz képest ez egy abszolút magas példányszám, amiben ez a kiadvány folyott. Hát ilyen 20 ezer példányban a Fantasy szerintem csak az ilyen filmek által sikeresé vált dolgok tudtak fogyni egy ilyen epikus fantasy közül. Persze meg a George R. Martinok, meg ezek. Igen. Fú, azt, aztán útka kaptam, és szerintem karácsonyra kaptam valakitől egy novellás kötetet. Figyelj, borzasztó. én nem, oké, szentségtörés lehet. Én eleve nem tartom az öreget olyan nagyon jó írónak amúgy. Hát ő nagyon klasszik azért, nagyon klasszik. Nem igen. minden öregedett jó szerintem. É, pont ez a bajom, igen. Tehát, hogy azért... Na mindegy, tehát hogy sok, sok jobb van nála szerintem, és de mindegy, nem, nem ez a téma, hogy amire tök kíváncsi vagyok, hogy amikor először ugye megjelent a vadon királyai, ott arra milyen reakciókat kaptatok? Mert hogy azt tudom, hogy ott már nekem már előre ódákat zengt, hogy na, az a te könyved lesz. És nagyon-nagyon kevés olyan könyv volt, amire azt mondom, hogy mikor becsuktam, hogy figyelj, igen, ez tényleg olyan volt, mint hogyha valaki felvette volna, és begépelte volna egy szerepjáték kalandunkat kb. Hát az sikeres volt, nem, nem ilyen kiemelkedő siker, még most van belőle egy minimális mennyiség, de úgy szépen elcsorgott. Én nekem, meg nekünk szerintem jobban tetszett, mint ami ugye a tehát azért ez, egy, ez olyan fentezi volt, ami nem egy szokványos, ugye? Ezzel a heavy metal tematika, meg, meg, meg egy ilyen paródia jelleg is volt, azért benne attól függetlenül egy komolyan vehető sztori is volt hozzá, drámával, meg mindennel. Ez már egy kicsit túl, tehát azt vettük észre, hogy az ilyen kicsit ilyen szarkasztikusabb, parodisztikusabb, akár két rétegűben olvasható kiadványok azért a magyar közönség körében nem feltétlenül aratnak akkora sikert, vagy nem értik meg annyira. Jobban mint például, szeretik ezt a klasszikumban. Mint, mint az Adrian Csaj, Adrian a Pókfény című egykötetes fentezia szintén ehhez hasonló volt, ami egy ilyen abszolút misztérikus paródia, de, de igazából lehet, aki nem érti, az úgy olvas, hogy egy egyszerű fentezi ponyva. Na, de van egy második réteg, ami meg nem csak a fantasy-t paradizálja, hanem egyáltalán ezt a gondolkozásmódot, ami, ami erről az egészről szól. Azt nem tudom, olvastad -e a pókfényt? Szerint, igen, olvastam. Olvastam, hát az, olvastam. Az, az, én sírva röhögtem az utolsó 50 oldalon a röhögtem. Elmondom, ez, ez, hihetetlen. De egyébként a vadon, amikor megjelent, akkor nagyon sokan a rendezvényekre jöttek oda, és ebből van még, van még ilyen, és hát mondtuk, hogy nincs, nincs. Ugye akkor még nem volt a második rész. Hát de a második nem is nem is olyan már szerintem, tehát ott azért az sokkal jobban lett úgymond lágyítva. Vagy az, az, az sokkal inkább ilyen hagyományosabb fantasy igen, szerintem, igen. 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 Nem, nem hozza ezt a, ezt a jó turné feelinget, tudod, na ez a, ez a szomorúságom vele. A... Ami nálatok szerintem nagyon meghatározó, ugye Fumaxnál és jellemző, az az, hogy nagyon aktívak vagytok a social médiában, van egy aktív YouTube csatornátok, ugye próbálkoztok ott is, ugye innovatívak lenni, ugye nem olyan rég kikerült egy videó sérült példány, akkor itt pont előbb ugye erre anekdotáztunk, és sőt, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, hogy legaktívabban kommunikáló kiadó vagytok így, ha a social médiát nézzük. Ez, Mennyi, nem is az, hogy mennyi időt veszem mert nyilván sokat, mert látom, hogy igyekeztek mindenre válaszolni, hanem hogy ez mennyire pluszter, illetve mennyire ö, vagytok úgy vele, hogy ez egy ilyen szükséges rossz. Hát ö, igen, ez egy érzékeny téma. Ugye hát mindenképpen úgy gondolom, hogy ez, ez, ez ennek nagyon sokat köszönhetünk a sikerünkben. Ö, a közösségi médiának. Úgy érzem, hogy ehhez ügyesen tudtunk hozzányúlni organikus szinten, mert ö, ilyen reklámra alig költünk ott, már meg régebben se nagyon költöttünk. Tehát itt a követőbázisunk abszolút ilyen organikus módon épült föl, és ezért ö, általában a posztjaink is, ha az átlagnál jobban, lájkoltak, meg, megosztottak meg minden. De ugye. Hát óhatatlanul tudjuk, hogy most már azért a közösségi médiában elég negatív hangulat is tud uralkodni néha. És hát ez, ez az árnyoldala, hogy hogy néha nagyon kellemetlen hozzászólásokat is kapunk, amik megviselnek minket. Sajnos mi, mi lelkek vagyunk, meg érzékenyek, meg minden. Annak ellenére, hogy ez töredéke a, a pozitív dolgoknak. De alapvetően szeretjük ennek ellenére, tehát most ezt nem akarom ilyen sötét színbe tüntetni, és, és hát igen, ez nagyon fontos. Annak ellenére, hogy a Facebook például, a, a, azt veszük észre, hogy a fiatalabb közönség azonnal nagyon kikopott, tehát hogy a hmm. mangás vonal, az például a Facebookon nagyon érdektelenül viszonyulnak ott a mangás posztok iránt, miközben meg a boltokban jól mennek, tehát azok a, az a korosztály, az a tini korosztály, az onnan teljesen kikopott például. Hát az boomer dolog ez a Facebook. Igen, úgy, hogy most, most például a TikTokon is aktívan, nem tudom, azt láttad-e, hogy ott, ott most aktívan nyomulunk. Még, még nem, nem néztem meg mindent, de már felfedeztem, hogy vagytok TikTokon. De mondjuk hát én én nem nézek TikTokot, meg, meg én ezt egy elég szörnyű dolognak tartom, a, az emberiség jövő élet nézve, de én sem szeretem. Az a függetlenül hát, az... hát megkerülhetetlen. Igen, és próbálkozom, de nekem még nem annyira megy. Tehát... Hát ez szerintem ehhez már születni kell. Ez... Meg, meg, nem, tehát figyelj, az, az, a, az a kategória, megkértem egy socialist egyszer, hogy nézd át a Facebook oldalamat, mit lehetne jobban csinálni. Hmm, hogy akrabban posztol, posztolnál, akkor tök jó lenne. Mert hogy mit tudom én, látja, hogyha mondjuk ki kell egy olyan poszt, ami akkor múltkor kis kiírtam egy kérdést, volt ott a 240-50 komment. az tök jó. Azt mondjam, figyelj, legyél rendszeresebb, posztolj többet, jó, mondom, és a TikTok, ránéztem a TikTok csatornádra, azt ad ki másnak. <Szorítan> Tudod, ennyi. ennyi. Mondtad, nem, nem az én asztalom, mondtam, hogy. Hát igen, nálunk is most az egyik kolléga óta csinálja ezt a TikTokot, tehát az őrös, hogyha szóval ezt Péterre nem csináljuk mi, mert ez úgy nem fekszik nekünk. Én felraktam a TikTokot egy. Má, azt mondom, hogy másfél éve, még ilyen covidos időszak volt, és na mondom, jó, megnézem, meg kitanulom, mert hasznos lesz ez a cég szempontjából is, meg nekem is, mint írónak. Elkezdtem nézegetni, hogy mit raknak oda fel az emberek, és nagyon hamar rájöttem egyrészt, hogy én, én ideíróként nem, tudom, nem tudok mit kirakni egyrészt, másrészt meg így, így, akkor töröltem le, amikor ugye van egy adat, amit ott mutat neked, meg lehet nézni, hogy, hogy mennyi időt töltesz a rajta naponta. Megnéztem a számot. Letöröltem azonnal, mondom. Én ráfügtem. Legyünk őszinték, sziasztok, hol Péter vagyok, és TikTok függő. Ennyi. Én, én a TikTok függést megúsztam, ugye a Facebook függést nem. Most már így csökkentettem, amennyire csak lehet. De volt, amikor brutálisan sokat nyomtam, egyfolytában mindenhol, meg azt hiszem, hogy rengeteget kommenteltem, most igyekszem erről is leszokni. Most már egész jó megy, tudod, mert így inkább úgy akarod, hogy amikor elővenném, mondjuk otthon a Facebookot és Facebookoznék, akkor inkább leveszek egy könyvet, hogy képregényt és olvasok mm. inkább, mert ugye a belőttem magamnak ezt a kvótát, hogy egy heti 500 oldalt el szeretném olvasni, akkor ugye az, tehát így nem, nem nincs rá idő, tehát visszaszorítja, hogy, hogy, ne legyen, de amúgy TikTokot én is abszolút ilyen sötét bugyornak tartom. Tehát az hát nem igen, nem. és ez ugye a gyerekekre nézve a legveszélyesebb nyilván. Hát mindenképpen. Szerencsére a fiamat nem érdekli a 12 éves, úgyhogy a Youtube-ot nézi, de a TikTok az nem érdekli, és ez a rövid távú formátum nem érdekli szerencsére. Lekapogom egyébként az, az én fiaimat se, pedig ők 6 és 8 évesek, de tehát, hogy ők is youtube inkább, meg a youtube-on szoktak nézni, ugye, sorcakat, uh -huh. de egy ide után megunja, hogy rövid, és hogy, hogy átvált inkább hosszabb témákra, amikor, meg tudom, mind a kettőtök más érdekli, és szeretnek inkább hosszabb videókat nézni ők is, úgyhogy. Ez remélem, jó. Remélem, az a tendencia megmarad, igen. Meg most már, uh -huh. már próbálkoznak olvasni, már nagyobbik rájött, hogy jó dolog olvasni, most már nem utálja, uh -huh. most már így. Ez a most én olvasó sorozatból már simán van, hogy választ magának a könyves volt, és el is olvassa, mindjárt olvassam, tudod, így mondtam. Hogy ja, így, így kezdődik, kezdődik így, kezdődik, igen. Meg már, már mondtam útkor nekem, hogy nézegette Harry Pottert a polcon, hogy kicsi hát. vagyok még az, és mondtam neki, hogy az elsőt már megpróbáltad szerintem. Még nem, még nem vette le, de már szemezve le a polcon, uh -huh. ez már... Már jó, jó arány szerintem. Amúgy a, a social médiánál érzékeny témára arra gondoltál, hogy néha vannak olyan kommentek, ami lehet, hogy soknak érez valaki? Hát, amikor mit tudom én, elfedítik a dolgokat, vagy te, ne, ért, tehát nem értik sokszor, a, hogy mit miért csinálunk az emberek, mert hát mi vagyunk a profik. Figyelj, én, én szint vallok, én imádom a kommunikációtokat, és én tök szeretnék így kommunikálni, csak nem tudok. Tehát, hogy nekem, nekem ugye, tehát ez a, igen, tehát figyelj, abszolút tényközlő. Pont múltkor beszélgettünk erről címben, és azt mondta, hogy ő például így talált az oldalatokra egyszer, hogy valaki egy közös ismerős odaírt valamit, hülyeséget, és vászhatodotok neki. Mondjuk azt, hogy rendre utasítom, azt mondja, kik ezek a csávok? <laughs> és azóta meg ugye már rendszeres vásárló. Tehát Amúgy, én... tehát én úgy gondolom, hogyha most úgy így úgy vagy. Hogy rendre utasítva nem válaszolunk. Tehát normális hangom, de, de de megsértődnek tőle az emberek. Tehát uh -huh. szinte mindig, hogyha valakit úgymond rendre utasítunk, de most idézőjelbe, az igen, megsértődik, meg... hiába próbálunk udvariasan, viccesen, akármilyen módon. Ö, holott ö, sokszor belenged, tapos, úgymond, de az nem gond. A vevőnek ö, mindig igaza ö, van. Igen, Jó, igen. Jól, igen. Ö, de mondom, ez, ez azért ritka, és ezzel nincs is gond, de vannak, amikor abszolút ilyen héter megnyilvánulások, ez nagyon ritka már, mert ezeket az illetőket kitiltottuk a felületeinkről, a úgyhogy, úgyhogy, ritka, de azért még mindig előfordul, hogy, és akkor ott, ott nézik ezek az emberek a Facebook oldalunkat, holott elvileg utálnak minket, de Igen, akkor miért Igen. nézik? Tehát ne Igen. nézzék. Nagyon örök. Amúgy, de ne amiért ezt kérdeztem elsorba a social médiát, az az, hogy nekem az a legnagyobb élmény a Fumax oldal nézegetése közben, hogy tök sok posztnál látszik, hogy van egy ilyen igazi közösségi feeling, közösségi élmény, és ami tök jó, hogy sokszor teljesen más embereket látsz két posztnál, mint a más emberek fognak Kommenten nyilván mondjuk az új Vivian Holloway regényhez, meg mások fognak, mint az új Assassin's Creed regényhez, uh -huh. és néha olyan tök jó kommenteket olvasok, meg látom azt, hogy segítenek egymásnak, meg ötleteket adnak egymásnak, ezt olvas, ezt néz, stb. Fényes sokszor oda járok feltöltetni tök kire. Igen, hát az nagyon örülünk, amikor egy kérdésen megválaszolják helyettünk, és akkor nem nekünk kell válaszolni rá. Az annak tényleg nagyon örülünk, és hálásak vagyunk. Meg ez egy ilyen konstruktív valami, tehát egy csomó, azt látjuk, hogy egy csomó konstruktív ember így, így követ minket, hogy ott vannak körülöttünk, és képbe vannak a dolgainkkal, és ők Szeretik is azt, hogy, hogy nem, nem, az úgy van, hogy. És mire oda megyünk, hogy válaszoljunk egy kommentre, gyakran már megválaszolják. Ja, helyett. meg hát a másik, hogy, hogy egy csomószor, ne, de, de, mert sokan így bizélnek, hogy nem válaszolunk mindenre, de nem, egyszerűen hát nem látunk mindent. És van, amikor... Köszönjük Facebook, igen. Meg, meg ne, most van, hogy a Péter néz valamit, ő nem tud esetleg válaszolni, de most az nem életszerű, hogy na most akkor a Péter utánam jön, és akkor meg tudja az infot, és ezért, tehát, hogy nem. Tehát ezek így, így eltűnnek. Három percenként, de, de úgy gondolom, hogy az ügyvezetőt 90%-ára a dolgoknak válaszolunk. Na hát figyelj, én, én most, én ma jártam így, hogy észrevettem, hogy egy srác írt levelet az oldalamnak, két helyen kommentelt is, kérdezett valamit, és neki egy három héttel ezelőtt, írtanak egy nárag, hogy ne ragudj, de én egyáltalán nem kaptam erről értesítést. Azt mondja, semmi gond ma, azon gondolkodtam, hogy írok e-mailt is. Mondom, hmm. türelmes hát vagy? Nekünk meg olyan, hogy olyan helyeken is írnak, amiről nem is tudjuk, hogy létezik. Tehát hogy a, 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 a webshopunkban fedeztük föl, hogy valahol ott írkálnak emberek, a, amiről nem tudtunk addig. Sőt, effektíve találtam e-mail az e-mailembe, ilyen eltűnt, lesülyet elbukkott e-maileket, ahol a Fumax Ask FM-jén kérdeztek tőlünk valamit, mert hogy nekünk olyanunk is volt, és aztán valami utókövetésben egy fölugrott az e-mail, hogy mi ez, mondom. Tehát, igen, olyanunk is volt. Volt. Meg ja, megpróbál, hát erről, nem tudom. Megpróbálkoztunk vele. de Innováció, innováció. Hát, igen, 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 igen. Hát, ezek, ezek a legjobbak. Ugye szépen lassan a végéhez közeledve, van-e már olyan, ami publikus, vagy mire az adás publikus lesz idei terv, amire azt jelenti, hogy na ez, ez, ez idén ez nagyon nagy dobás lesz. Hát Dob, sok dobás ilyen van, mert, mert ugye rengeteg mindent bejelentettünk. Hát most a, 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 képregények közül, amit eddig bejelentettünk, szerintem nyilván a Lucifer sorozatról számítunk, hogy az ennek a körnek, aki a Szentment meg a hasonló kaliberű, komolyabb képregényeket szereti, az, az következő nagy duranásunk lehet. De az igazi, a, a tényleg a, a legnagyobb abszurd szintű dolgokat még nem jelentettük be most, amiken most értek be több évnyi munkáink, úgyhogy most most az idei év az nagyon izgalmas lesz, a, azt hiszem... Mindenkinek, Mert a, tényleg a, a, a megszólalni nem tudok olyan dolgokat, hogy sikerült most összehoznunk. Uh -huh. az, az a Petén, hogy uh -huh. lelkes, meg uh -huh. most tudom, hogy uh -huh. most van március, mikor az adás kikerül, akkor szerintem nyáron lövünk egy második kört, a hát addigra okosabbak leszünk, és le, le, ki lehet beszélni minden. Hát lesz, igen, uh -huh. szerint, úgy gondolom, hogy most lesz olyan. Egy kis atombombát talán ledobhatsz, nem? Hiszen mire ez az adás megjelenik, addigra már talán ez publikus lesz. Ja, hát az igaz, mert végül is igen. Úgyhogy azt szerintem mondd el. Hát sikerült ugye a japánokkal megállapodnunk, így Ez az a hat évnyi szenvedés után, úgyhogy nem álltak szóba Magyarországgal, miután a manga kiadás itt És hát első körben egy régi partnerünkkel két évnyi kemény meló árán sikerült végül megállapodni, de ez most tényleg egy japán kiadó, a japán direktben megállapodás, és egy, ugye egy 12 részes sorozatot fogunk hozni. Hát neked biztos nem fogsz mondani sokat, mert nem hiszem, hogy nagy anim, anime fan lennél. Lehet, hogy meglepő. Nem azt mondom, hogy ne, meg nem akarom eljegyszer nagy anime de, de viszonylag sok animot néztünk meg, főleg a feleségem, aki, aki imádja ezeket. És uh, ugye hát az iszekai uh, zsáner most a legnépszerűbb Japánban, ami azt jelenti, hogy reinkarnálódnak különböző világokba, különböző módon. Én fantasy világokban. Uh -huh. uh, nem csak emberként, hanem akármiként. A, a, a mi kiadványunk pedig az lesz, hogy uh, kartként reinkarnálódva, de nem ez lesz a címe. Igen. Reinkarni as a sword amiben a főszereplő egy 50-es aktatologató földi férfi, aki hirtelen egy kard, és, és ő hirtelen egy beszélő varázskard, és ott találja magát egy fantasy világban, és nagyon szeretné tudni, hogy pontosan mi a tök is történt vele. Igen. Hát ez a kiindulási pont. És az utóbbi évek, hát két éve volt belőle az első anim feldolgozás, és az akkor az egyik legfelkapottabb volt abban a szezonban, lesz folytatása is, úgyhogy ez most egy komoly cím. Ennek, ennek szerintem, szerintem az előzetesét láttam annó, és úgy jöttem, hogy na mindenképp megnézem majd, aztán elmaradt. Így, de, az de olyan... mondom, szóval itt, itt az a egyik nagy szó, hogy a végre a japánokkal sikerült megállapodni, másrészt meg az, hogy, hogy ez az iszekai zsáner, ez még itt nem volt, ami, ami tényleg nem. most az utóbbi években szinte teljesen el, el, elvita a animét. Animé, meg a mangát. Csak majd jutott, az a baj, nem, nem baj, az a jó ebbe, hogy ez megint egy olyan réteg nálatok pluszba, ami viszont ugye, mondhatjuk, akkor megint egy innováció, mert nem volt ilyen, és akkor megint olyan tudod amivel lehet próbálkozni annak, és aki lehet, hogy azt hogy nem is szereti ezeket. Nekem amúgy például anno, oké, okay, hogy ez nem a klasszikus anim, de hogy nekem ugye az avatar volt az, ami így bevitte ebbe, és akkor ugye utána kezdtem el nézni azokat, amiket elvileg gyerekként szeretni kellett volna, csak hogy én kimaradtam belőle, és itt tök sok mindenné így, így tud, olvastam e, többet is, ah, és nem fog eszembe jutni baszki, pedig annak elolvastam az összeset a, fú, na mindegy. Mi van majd. Benne? E, Valamilyen opera volt a címe, de nem jut eszembe, pedig négy vagy öt kötet jelent meg akkor. Na mindegy, nem tudom, majd majd meg otthon van a polca majd megnézem, úgyhogy csak hogy tök sok olyan volt, amire így így rátaláltam. Hát már nem is ment, vagy már nem is volt aktív a sorozat, és aztán úgy egy csomó klasszikus, bepótoltam bepotoltam dat okat ilyesmi, stb. Uh -huh. úgy... De azért annyit is mondanék, hogy ugye, most volt olyan pár ember, aki megvádolt minket, hogy de most már mi csak mangát adunk ki, és képregény nem. Uh -huh. Ami egyrészt nem volt igaz, de az valóban így volt, hogy tavaly. A, szuperhősös képregényeket, meg a Marvel képregényeket alaposan lecsökkentettük. Nekik annyi jó hírt így mondok előzetesként, hogy azért idén úgy néz ki, hogy ezt a vonalat is nagyon fölpörgetjük megint. És lehet, hogy annyira, hát ez, ez meg attól függ, hogy mennyit fogunk tudni megcsinálni abból, de, de lehet, hogy abban is rekord mennyiségű kiadvány fog megjelenni ezekben a Marvel DC vonalon is. Konkrétan a munkáról lesz a szűk keresztmetszet. Igen, itt abszolút most azt határozza meg, hogy, hogy mennyit tudunk egyszerűen összehozni. Hát mi nem tudjuk ezt a töménytelen kiadványt a, a, meglévő csapat elkészíteni, amit most így összevásároltunk, úgymond. Tehát most embereket kell szereznünk, akikkel még tudunk dolgozni, de ez azért nem könnyű, mert, mert hát azért a minőséget tartani kell, ugye? Húha, hát figyelj, azért itt akkor nagyon nagy tervek vannak, minden Én azt mondom nektek, hogy ha ti is úgy gondoljátok, illetve hallgatók nézők is úgy gondolják, akkor akár mit tudom három havonta üljünk le és beszélgessünk. Akár az elmúlt három hónapról, vagy a következő három hónapra, amiről már lehet, ezt nem akkor bőven lesz, miről beszélgetne. Hát azt hiszem, azt hiszem. Fú, nagyon izgalmas. Örülök, mert hogy nekem azért így, így mindig is a a, ilyen nagy ilyen kedvencem volt a Fumax, és nem azért mondom, mert ti ültök itt, hanem mert, hogy de tudod jó, hogy, hogy imádom a cuccaitokat, és valahogy mindig találkozik a kiadványaitok meg az ízlésem, úgyhogy akkor így azt mondja, hogy akkor most jönnek az igazán izgalmas dolgok még. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Mi van a leírásba beteszem, hogy honnan lehet fumaxos kiadványokat rendelni, illetve hogy hol lehet a fumaxot követni. Nem mondom, hogy minden platformot el legpróbál, lehet, megpróbáljuk betenni. És akkor tessék, tessék nézni a fumax TikTokot, én is meg fogom nézni. Jó az, jó az. És írjátok le nekem a egyszerűen, hogy melyik a kedvenc fumax kiadványatok, mert kíváncsi vagyok rá, és azt is írjátok oda, hogy melyik lesz a következő, amit megvesztek. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok, illetve megnéztetek minket. Találkozunk legközelebb, és sziasztok! Köszönjük sziasztok. szépen, Köszönjük. sziasztok!